Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Tragédia, minden elégett a három lánynak és az édesanyjuknak. Tovább erősödhet a kapcsolat, Tolna megyei delegáció járt az erdélyi Hargita megyében. Teszed, Tolna megye szerte sokan tettek a tisztább környezetért. Borverseny Bátaszéken, egyre több mintát adnak le a termelők. A Tolna Táj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Pillanatok alatt mindene oda lett egy lápafői családnak, a házuk teljesen kiégett, hajnalban csaptak fel a lángok, a legnagyobb lány vette észre a tüzet, felkeltette az anyját és a testvéreit, így menekültek meg. A család kameránk előtt ment vissza egykori otthonába, egyelőre ismerősnél húzzák meg magukat, de sejtelmük sincs, hogyan tovább. Ez volt az én szobám, amiben én aludtam. Olácsik Mira azt a kiégett szobát mutatja, amiben ő aludt a tragikus éjszakán. Hajnalban arra ébredt fel, hogy valami ropog. Ekkor már égett a ház, és mindent beborított a füst, de édesanyja és húgai nem ébredtek fel, azonnal hozzájuk rohant. Futottam édesanyámhoz, szóltam neki, hogy keljenek fel, mert ég a ház. Akkor kijöttünk, és ha a húgaimnak 5 perccel később szólok, ők valószínűleg nincsenek itt velünk. Mira két húga olyan mélyen aludt, hogy csak akkor ébredtek fel, mikor nővérük megrázta őket. Ekkor már szinte az egész ház lángokban állt. Mi rögtön a testvéremmel futottunk ki a házból. Csak lángokat láttunk. Végül az anyának és a három lányának sikerült kimenekülni az égőházból, egyikőjüknek sem esett baja. Még mindig a sok hatás alatt vagyok. Ezt mondja az édesanyja a tűz miatt átélt borzasztó élményről. Azt mondja, amikor a lánya felébresztette, fel sem fogta, hogy mi történik velük, de aztán látta, hogy nagyon nagy a baj. Csak azt láttam, hogy mindenünk oda lesz, hogy itt már segíteni nem tudunk semmin. Lángolt minden. Az édesanyja egyedül neveli három lányát, és a tűzben mindenük oda veszett. A ház lakhatatlan, és a benne levő összes értékük elégett, vagy kormos, füstös. A család most egy ismerősnél húzta meg magát, de ez nem lehet végleges megoldás. Mindenünk oda lett, az egész életünk. A tűz miatt fedél nélkül maradt lápafői családnak minden segítség jól jönne, de leginkább egy kis otthonra vágynának, ahol új életet kezdhetnének. A pusztító tűz egyébként valószínűleg a meghibásodott kazántól indult el, és tette tönkre a család életét. Túl gyorsan ment, ezért megcsúszott, és az út melletti fának csapódott egy személyautó Szombaton Paks és Nagydorog között. A kocsiban csak a sofőr utazott, ő nem sérült meg. Ezen kívül még 8 baleset miatt kellett hétvégén intézkedniük a rendőröknek Tolna megye útjain. Személyi sérülés egyetlen esetben sem történt, az anyagi kár viszont jelentős. Gazdasági, oktatási és kulturális szinten is tovább erősödhet az erdélyi Hargita megye és Tolna megye kapcsolata. Itteni polgármesterek, hivatali és intézményvezetők is részt vettek azon a konferencián Csíkszeredában, ahol a lehetséges kapcsolódási pontokat keresték a szakemberek. A miniszterelnökség már évek óta ír ki testvértelepülések és megyék számára pályázatot, hogy erősítsék kapcsolataikat. Tolna megye 2018. szeptemberében kötött partner megállapodást az erdélyi Hargita megyével. Azóta már több találkozón is túl vannak a felek, viszont mindkét részről szeretnék még több tartalommal megtölteni az együttműködést. Ne csak az legyen, hogy a polgármesterek látogatják egymást, vagy a megyei elnökök látogatják egymást, hanem intézményi szinten is, akár hivatalok szintjén is, és a lakosság szintjén is, nyilván elsősorban a civil szervezetek bevonása által ezt a kapcsolatrendszert élővé lehessen tenni. Egyértelműen látszik, hogy a kultúra oktatás mellett egyre inkább a gazdasági élet, illetve azok az üzleti kapcsolatoknak a kialakítására is lehet koncentrálni, amit egy ilyen testvérmegyei kapcsolat nyújthat. Tolna megyei polgármesterek, hivatali és intézményvezetők is részt vettek azon a konferencián, ahol a lehetséges kapcsolódási pontokat keresték. Témakörökre bontva kerekasztal beszélgetéseken találkoztak egymással a különböző szakterületek képviselői. Gazdasági szempontból például a székely termékvédjegy az, ami példa lehet a hazai termelők előtt. Ma 122 gazdaság több mint 1000 termékét integrálták egyetlen név alá. Ezek kisgazdaságok, és a kisgazdaságoknak nem volt piac lehetőségük, és erre nagyon gyorsan reagált a megyei tanács ezelőtt 10 évvel,
és valamikor ebből indult ki a Székely Termék Védjegy, máron már tényleg közvetlen kapcsolat van a fogyasztók és a vásárlók között, és konkrét számok vannak, hogy egyre többen igénylik. Ezen kívül már számos kapcsolat működik az egyes települések között. Bonyhádról például sok család gyökerei a Hargita megyei Madé falvára vezethetők vissza. 2015-ben testvértelepülési megállapodást kötöttek, és azóta is tartalmas programokat visznek közösen. Tavaly a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének a néprajzi táborát, amely közel 30 éve kerül megszervezésre, azt Madéfalván tudtuk a helyszínt biztosítani, több mint 50 résztvevővel. A mostani kétnapos látogatás arra is alkalmat kínált, hogy új kapcsolatok alakuljanak ki, így például Bölcske is hamarosan szert tehet egy Hargita megyei testvértelepülésre. A szekszárdi Garai János Gimnázium újra projektvezetőként közreműködik az Erasmus ösztöndíj programban. Ezúttal lengyel, spanyol és olasz gyerekek dolgoznak majd együtt a szekszárdi diákokkal. Várhatóan duplára jár a nő az Unióban az Erasmus programra fordítható összeg. Jól mutatja ez, hogy Európa milyen jelentőséget tulajdonít az oktatásnak és az ifjúságnak, mondta Navracsics Tibor Brüsszelben. A megduplázott összeggel a mi terveink szerint háromszor annyi fiatal utazhat majd külföldre egyetemi tanulmányokat folytatni, mint eddig tehették. És ráadásul olyan fiatalokhoz is elérhetünk az Erasmus programmal, akik, és ez Közép-Európában, a Dél-Kelet-Európában különösen fontos, eddig anyagi okokból nem engedhették meg maguknak, hogy az Erasmus programban részt vegyenek és külföldre utazzanak, vagyis tudjuk növelni az egyfőre első támogatást. És ez a családok számára is egy óriási segítség lehet, hiszen eddig azért Erasmusban részt venni Magyarországon az nem egy egyéni, hanem inkább egy családi erőfeszítés volt. A szekszárdi Garai Gimnázium évek óta vezeti a különböző Erasmus programokat. Idén olasz, spanyol és lengyel diákok vendégeskednek az iskolában, és a következő tanévben a garaisok látogatnak külföldre a közös projekt keretében. Hermann Józsefné igazgatónő azt mondja, nem pénzügyi kérdés a gyerekek számára a részvétel. Mi ezt eddig nem tapasztaltuk. Ugye a diákok, amikor ők külföldre mennek, akkor ott ösztöndíjat kapnak. Ez az ösztöndíj az ott tartózkodásukat fedezi, az utazási költségeket. Amikor pedig ide jönnek a diákok, az Erasmus programban résztvevő külföldi diákok, akkor pedig a mi diákjainknál vannak elszállásolva. Eddig nagyon nagy örömmel fogadták őket a diákok. A gimnázium igazgatója azt mondja, amennyiben tényleg bővül a pénzügyi keret, azt fogja eredményezni, hogy többen vehetnek majd részt a programokban, és ezzel nagyobb lehetőséghez jutnak idegen kultúrák megismerésében és a nyelvtudásuk elmélyítésében. Március 18-a és 24-e között rendezték meg országosan a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért szemétszedő akciót. Az eseményhez, aminek célja a környezettudatosságra nevelés mellett a közösségépítés, idén is csatlakoztak Tolna megyei társaságok. Szemetet szednek a diákok a Bonyhádi országzászló környékén. Az akcióban való részvétellel ők is jól járnak. Az érettségihez elengedhetetlen 50 órából akár 5-8 órát is ledolgozhatnak. Bonyhádon az iskolások mellett a Felvidéki Egyesület tagjainak részvételével 23 helyszínen közel 700 önkéntes gyűjtötte a hulladékot. Tolnán a város civil szervezetei ezúttal is segítségére voltak az akcióban a város vezetésének. Itt a belvárosban alapvetően rend uralkodik. Sorházas település lévén az emberek rendszeresen takarítanak a portájuk előtt, így a szemétszedőknek nem volt sok dolguk. Nem úgy külterületen, ahol sűrűn teltek a zsákok. A legmegdöbbentőbb, hogy alig néhány lépésre a hulladékudvartól volt a legtöbb dolguk a gyűjtőknek. Főleg ilyen flakonokat, meg eldobált kis üvegeket, meg ilyen igazából konyhai hulladék a legtöbb. El lehetne vinni, nagyon, vagy több olyan zsák is volt, amiben bele volt pakolva minden, csak itt dobták ki. Teszed logójával ellátott zsákot ad át a 7100 a Városod Egyesület vezetője Szekszárdon. A közösség tagjai először csatlakoztak a várostakarításhoz. Most 4 pontról indulnak az egyesületi tagok vasárnap délután 2 órakor, és másfél-két órás személygyűjtési akciót tervezünk. Nagyjából a városnak egy ilyen 8-10 kilométeres sétáló szakaszán. A Teszed országos személygyűjtési akciót 8 éve szervezték meg először, azóta a kezdeményezés az ország legnagyobb környezetszépítő programsorozatává nőtte ki magát.
Idén több tízezren tettek ezen keresztül a környezetük megtisztításáért. Sportra való nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése és a felnövekvő generáció szexárdon tartása, ez a Tolnai Megyeszékhely ifjúsági koncepciójának célja. Ennek érdekében a város önkormányzata és az általa támogatott civil szervezetek számos rendezvényt szerveznek. A város több díjjal is támogatja a sport, vagy a művészetek, vagy éppen a tanulmányok területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó helyi diákokat, és havi apanázssal is hozzájárul több tehetséges diák továbbtanulásához. Ezen túl közel 100 diák napközbeni felügyeletét oldják meg a nyári szünet alatt, ami nagy segítség a dolgozó szülőknek. Szexárd Humán Bizottsága ezekre a célokra összesen 42 millió forintot szánt, és idén is ugyanekkora összeget szavaztak meg legutóbbi ülésükön. A sportkeretre a 42-nek a felét, 21 millió forintot, az ifjúsági keretre 2,7-et, a civil keretre 6-ot, a kulturális támogatási keretre 1,1 milliót, a mecénás tehetséggondozóra 3,2-t, ez most egy picivel azért kevesebb, mint tavaly, mert ebben az évben nem lesz Helikon rendezvény, a kiemelt művészeti együttesek 5 millió hetet, és a tartalék kereten hagyunk 2,3 milliót, ami mindig a menet közben fölmerülő kérések kielégítését szolgálja. A szexárdi Liszt Ferenc Zeneiskola tanárszólistái léptek fel a Vármegyeházi Esték legutóbbi rendezvényén, kamarazenekarként világhírű zeneszámok átiratait előadva, amire több mint fél éve készültek. Vivaldi-tól Bachonát egészen Rodriguezig élvezhette a szexárdi Vármegyeháza dísztermét teljesen megtöltő közönség, a két gitárosból, egy ütőhangszeresből és egy fuvolásból álló zenekart, mely a koncert végén a kor divatjának megfelelően populáris, könnyű zenei világslágerek előadásával is emlékezetessé tette az estet. A művek nagy része az ugye átirat volt, itt hallottuk is a konferáló szövegben, hogy a kolléganőknek ebben nagyon nagy szerepe van, mert hát már nyáron dolgoztunk azon, hogy ez a műsor összeálljon. Ugye ez kicsit azért rendhagyó, mert nem szólistaként szerepeltünk, hanem kamaramuzsikusként, és hát itt ami az előnye, az a hátránya, ugye itt egymásra vagyunk utalva, így is, úgy is. Egyre inkább a nagyobb borászatok jelennek meg a bátaszéki borversenyen, és ezzel együtt jelentősen javult a borok minősége is az elmúlt években, ezt mondták idén a zsűri tagjai. Ezúttal 105 mintát vizsgáltak meg, és 23 arany, 52 ezüst, valamint 21 bronzérmet osztottak ki. Összesen 105 mintát kellett értékelnie a bátaszéki borverseny zsűriének. Időn is, mint általában, 50 mintával a vörös borok reprezentálták a borvidéki jellegét. Ezt elismerve a borászok azt mondják, egyre magasabb minőségben érkeznek a más fajták is a versenyre. Területben a bátaszék majdnem 200 hektáron nagyobb, mint a szexárd. Tehát, és egyre több olyan szexárdi borász van, aki itt ruház be. Tehát most már nagyon nehéz lenne azt megsatszolni, hogy a szexárdi hegyközség területéről mennyi bor készül, és a bátaszéki területről, mert azért a borászatok nagy része még ma is szexárdon van. Az idei versenyen elsősorban a nagyobb borászatok jeleskedtek, a kistermelők már nem hozzák el a mintákat, mondja Nagy István. A hegyközség elnöke azt mondja, az itt elért jó eredmény egyenértékű egy szexárdi borverseny aranyminősítésével. Bozsolik Robert polgármester arról szólt, a bor bátaszéken is része a város marketingnek. Néhány évvel ezelőtt alapítottuk magát a Város Bora elismerő címet is, és szinte azzal egy időben indult meg a bátaszéki bornapoknak a rendezvénysorozata is. Mind a kettő azzal a céllal, hogy tényleg azokat a családi pincészeteket, amelyek a bátaszéki egykösség területén működnek, és igen jó borokat készítenek el, őket lehetőséghez juttassuk azt, hogy ezeket meg tudják mutatni a nagy közönség számára, és adott esetben egy ilyen megmérettetés alkalmával elnyerhessék adott esetben a Bátaszék Város Bora címet, mivel talán őket is segítjük ahhoz, hogy még népszerűbbé tudják tenni a boraikat, és hát ezzel gyakorlatilag a bátaszéki hegyközséget, a bátaszéki borokat és a borkultúrát lehet népszerűsíteni. Idén fehérborban a Werner, rozéban a Mikóczi, míg vörösborban a Garai Pince vehette át az elismerést.
Hétvégén zajlott a bátaszéki ESE karate szakosztálya által rendezett országos széki kupa. Az érdeklődés évről évre nő a minden korosztályban komoly versenyzési lehetőséget biztosító országos meghívásos viadal iránt. A reggeli létszámregisztráció után kiderült 560 indulóval újabb rekord született a széki kupán. Egy nagyon komoly mezőn jött össze, amelyben azért jó eséllyel meg lehetett mondani, kik végeznek majd az első hadban. Az utánpótlás korosztályaiban, aki számít, mondhatni néhány kivételtől eltekintve, mind eljöttek a bátaszékiek nagyszabású versenyére, a széki kupára. A felnőtt szinten nem gondolnám azt, hogy most mindenki jelen van a széki kupán, de utánpótlás szinten nagyon-nagyon erős mezőnyöket tudhatunk. Tehát így, hogy ugye korosztályokon belül három súlycsoport van, és azon belül is van kezdő és haladó, tehát olyanok, akik már rutinosabbak, és akik ugye kevesebbet futott versenyzők, így is 32-es, 16-os táblák vannak. Az MTK, az UTE, a KSE, a Budaörs csapatának már a megjelenése is egyfajta elődemonstrációval ért fel. A hozzájuk képest más szakmai és anyagi természetű lehetőségekkel bíró kis bátaszék utánpótlás fronton a Nagy Ákos érában lassan negyed százada felveszi velük a versenyt. Az Izsák Bence nagyon jó formában van, Bognár Barna nagyon jó formában van, Nagy Jánosi Boton nagyon jó formában van, a Kisbánk Boton szintén nagyon jó formában, tehát hogy a Steigler Bencéről nem is beszélve, tehát azért megvannak az érem várományosaink, de nem helyeznék terhet, tehát nincsenek elvárásaink. Azt szeretnénk, hogy jól szerepeljenek. Négyen vittek haza aranyat a széki kupáról a bátaszéki ESE versenyzői közül, Puskás Donát, Gál Dániel, Kovács Zoltán és Köbül Ágnes. Regionális híreink következnek. Fejlesztésbe kezd a Tettye forrásház, megújul a szennyvíztelep, a vezetékrendszer. Megújult szabadstrandokkal készülnek a nyárra, 5 település mintegy 1,5 milliárd forintból fejleszthet. Várják a vásárlókat, mintegy 500 millió forintból újult meg az uránvárosi piac Pécsen. Teljesen megújul a pécsi Tettye forrásház Pellérdi úti szennyvíztelepe egy most indult beruházásnak köszönhetően. Mintegy 8 milliárdot fordítanak arra, hogy a jövő előírásainak is megfelelő, nagyobb tisztaságú víz kerüljön vissza a természetbe. Ezen kívül megújul a vezetékhálózat is, mintegy 11 milliárdból. Drónfelvételek a Tettye forrásház Pellérdi úti szennyvíztelepéről. Jelenleg így néz ki a létesítmény. Azonban most egy nagy beruházásba kezdenek, jelentették be pénteken. 11 milliárd az a víziközmű hálózatnak a rekonstrukciós munkálatairól szól, és ez a mai már megkezdett, de valójában az építési munkálatok mai napon elkezdendő szennyvíztelep fejlesztés pedig 8 milliárdos fejlesztést jelent. Ez összességben tehát nagyjából 20 milliárdos rekonstrukció és fejlesztést hoz. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak. 2021. októberére készül el a korszerűbb szennyvíztelep. A szennyvíztelepre éves szinten durván 8,5 millió kilogramm szennyezőanyag érkezik. Az eddigi technológia is tisztította ennek durván a 96%-át, ehhez képest a kibocsátás 50%-kal fog csökkenni. Ez az egyik érdeme ennek a rendszernek, a másik viszont a stabilitása lesz. Most ugyanis még a csapadékvíz miatt a napi mennyiség duplája is érkezhet egy-egy eső után. Ez a fejlesztés után nem okoz majd gondot a telep működésében. A jövőben szigorodnak a szennyvíztisztítási előírások, vagyis tisztább vizet lehet majd visszaengedni a természetbe. Ezt az új telep létesítésével tudja teljesíteni a Tettye forrásház. Mintegy 1,4 milliárd forintot nyert Balatonboglár, Fonyód, Balatonlelle, Balatonfenyves és Balatonmária fürdő szabadstrandjaik fejlesztésére a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán. Az érintett 5 településen családbarát szolgáltatások lesznek, bővítik a vízi attrakciókat és a sportolási lehetőségeket, de megújulnak a vizes blokkok is. Balatonboglár 6 szabadstrandjára 400 millió forintot tudnak fordítani, a fejlesztések pedig sokrétűek lesznek. Itt a Platánstrandon is például egy lidós partszakaszt fogunk kialakítani a gyerekek örömére, de sok utcabútor megújulhat, illetve a vizes blokkok átalakítása és a gyerekbarát
ságnak fog megfelelni, de egy világítás technika és hát sok minden olyan játszó elem bekerülhet a pályázat nyomán a strandra, aminek nagyon fognak örülni. A Balatonnál a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatának köszönhetően újulnak meg a szabad strandok. A nyertesek között van Balatonbogdár mellett Balatonlelle, Fonyód, Balatonfenyves és Balatonmária fürdő is. A rendelkezésre álló 3 milliárd forintból ez az 5 település, Lelle, Boglár, Fonyód, Fenyves és Balatonmária fürdő összesen mintegy 1,4 milliárdból fejlesztheti a szabad strandjait. Ez nagyon sok ilyen partszakasz felújítását jelenti, nem településenként nem csak egy strand újul meg. A fejlesztéseknek köszönhetően családbarát szolgáltatások lesznek, bővülnek a vízi attrakciók és a sportolási lehetőségek is az adott települések szabad strandjain. Sétányok, futó pálya, világítás, játszótéri játékok, családbarát létesítmények. Mindenkinek sikerült azt hiszem megtalálni azt a fejlesztési célt, ami leginkább szolgálja az odaindulók pihenését. A beruházások idén június végére készülnek el, így a fejlesztések eredményét már ezen a nyáron élvezhetik a strandolók a dél-balatoni településeken. Mintegy 500 millió forintból újították fel az uránvárosi piacot Pécsen. A korábbi árusok mindegyike visszajött a nyitásra, korszerű környezet várta az eladókat, az árusító helyeket pedig saját mosdóval szerelték fel. A vásárlók és árusok egyaránt örülnek a piac nyitásának, többek szerint azonban gondot okoz a parkolás. Teljesen megújult az uránvárosi piac és környéke mintegy 500 millió forintból. Az árusok már javában készülődnek, a portékák egy része már csütörtökön bekerült az elárusító helyekre, hogy pénteken már zavartalanul szolgálhassák ki a vevőket. Már az első nap több visszatérő vásárló kereste fel a piacot. A gyönyörület, sokkal többen fognak ide jönni, nem lehet megállni. Tehát ez, nem mit mondod, itt meg kéne oldani a parkolás valahogy. Reméljük, hogy nem ez fületős. Az új parkolóhelyek, bár rendezettebbé tették az utcát, nem szolgálják ki az ideérkezők igényeit, mondják a vásárlók. Ebben az üzletben már 47 éve kínálnak friss hústermékeket. Gombai István tulajdonos azt mondja, szép, egységes kinézetet kapott az üzletsor, ám a parkolási lehetőség valóban problémás. Sajnos parkolási gondok vannak, azt talán önök is látják, hogy kevés a parkoló. Ez egy nagyon nagy probléma. Ugye egyébként meg vagyunk elégedve mindennel. Keresnek is bennünket sokan a régi vásárlók, és kellemes, szépek az új boltok. Az üzletsor melletti piactér szintén teljes körűen megújult. Szekeres Árpádné Erzsike már 21 éve ezen a helyen árusítja a 100%-ban magyar termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket. Nagyon örülünk, mert nagyon sokáig ígérgették, hogy felújítják a piacot, de mégse csinálták meg. Most végre elkészült, kultúrát nagyon szép. Én örülök nagyon. Ennyit tudok. Utcát feljavították, tényleg jó. Végre elkészült, és örömmel árulunk, és remélem mindenki visszatér. Mert azért egy év eltelt, de azért nem baj. Az a lényeg, hogy készen van. A fedett csarnokban emellett különböző kézműves termékeket is árusítanak. A piac üzemeltetési vezetője stábunknak elmondta, az elmúlt időszakban már nagy érdeklődést mutattak a vásárlók és az árusok egyaránt. Minden bérlőnk az visszajött, és ennek nagyon-nagyon örültünk, mint a Pécsi vagyonhasznosító, hogy mindenki megtalálta a számítását, nagyon boldogok voltak a bérlők, hogy egy teljesen felújított, korszerű bérleményeket kaptak, és hát a saját mosdó, illetve élemhelységeik vannak, ami nagyban megkönnyíti az ő saját munkájukat. A piactér mellett még épül egy kisebb faépítmény. Itt a már régről jól ismert Hajnóci piac gíroszosa fog helyet kapni, amint elkészül az épület. Hétfőtől péntekig reggel 6-tól délután 5-ig, szombaton 6-tól 2-ig tart nyitva a piac, vasárnap pedig a korábbi gyakorlatnak megfelelően zárva tart, míg a csarnok mellett található üzletek nyitvatartása egységenként változó. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Tragédia, minden elégett a három lánynak és az édesanyjuknak. Tovább erősödhet a kapcsolat, Tolna megyei delegáció járt az erdélyi Hargita megyében. Teszed, Tolna megye szerte sokan tettek a tisztább környezetért. Borverseny Bátaszéken, egyre több mintát adnak le a termelők.
Kedden délelőtt erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, várhatóan már a délelőtti órák folyamán felszakadozik a felhőtakaró és kisüt a nap, 9-11 fokos csúcshőmérséklet valószínű. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!